Az 1956-os forradalom és szabadságharcra, valamint Maléter Pál honvédelmi miniszterre emlékeztek november 3-án a tököli repülőtérnél felállított Maléter kopjafánál és szobornál. Malétert Nagy Imre november 2-án nevezte ki miniszternek. Másnap Tökörre utazott a magyar tárgyalóküldöttség tagjaként, hogy a szovjetekkel tárgyaljon, azok azonban letartóztatták, majd január végén átadták a magyar hatóságoknak. Halálra ítélték, majd 1958. júniusában kivégezték. Az emlékhelyen és Maléter Pál szobránál Szabó István honvédelmi államtitkár, valamint Hoffmann Pál Tököl polgármestere helyezte el az emlékezés koszorúját.